Újabb sportlétesítménnyel bővült Kecskemét. Átadták a Műkertvárosi Sportpálya mellett felépült Pump Track pályát. A bringások, rolleresek és gördeszkások hamar birtokukba is vették a helyet, így az ünnepélyes átadóra érkező városházi vendégek láthatták, jó helyre került a támogatás. Az eseményen megjelent dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Lévai Jánosné a körzet önkormányzati képviselője, János István sportügyekért felelős tanácsnok, Balogh Zoltán fejlesztéspolitikai irodavezető, valamint Hódi András, a projekt sportszakmai segítője. Nagyon fontos azon középiskolás és nagyobb gyerekeknek, akik már nem csak a számítógép világában élnek, kinőtték a játszótereket, hogy otthonról kimozduljanak. A testi-lelki egészség, én azt gondolom, hogy szülőnek, nagyszülőnek, mindenkinek nagyon fontos, és ez a bringapálya is hozzájárul ahhoz, hogy az egészséges testmozgást megmozgatja. Kecskemét megyei jogú város önkormányzata 2022-ben nyújtotta be támogatási kérelmét a pálya megépítésére. 2023-ban megkötötték a támogatási szerződést, idén ősszel pedig megvalósult a terv. A közel 40 millió forintos beruházási költség egyik felét az Aktív Magyarország program, a másik felét az önkormányzat biztosította. Az utóbbi időszakban jó néhány sportlétesítmény átadására kerül sor városunkban, melyek sorába kiválóan illeszkedik a ma átadott pámpája. Amellett, hogy a környék tömegsport igényeit, kerékpáros sport igényeit elégíti ki, alkalmas egyébként színvonalas versenyek lebonyolítására is. Tehát tulajdonképpen itt egy kettős cél valósul meg. Arról, hogy a pálya a mindennapos használat mellett színvonalas versenyek megrendezésére is alkalmas legyen, Hódi András sokszoros magyar bajnok kerékpáros gondoskodott. Pályázatot kellett írnunk. A pályázati anyaghoz igyekeztem, és szerintem sikerült elég komoly szakmai támogatást adnom. Az önkormányzat megpályázta, és megnyertük a lehetőségét ennek a pálya megépítésének, és idén ősszel, októberben megkezdődött a pálya építése, és már most élvezhetjük is a gyümölcsét. A pálya tehát nagyon gyorsan megtelt élettel, a szülők megnyugodhatnak, nem veszélyesebb ezt a sportot űzni gyermekeiknek, mint bármely mást. Ehhez azonban fontos a megfelelő védőfelszerelés, mint a sisak használata. Hódi András bővebben is mesél a pályáról, a sportról, a lehetőségekről és a tervekről Sportmagazin című műsorunkban.